Szólatok az emberek vagy az angyalok nyelvén. A fehérvári versünnep egyik fővédnöke, Spányi Antal megyéspüspök Pál apostol soraival hangolja a fiatalokat a szép irodalom, a versek szeretetére. Születtem dolhán. Ahogyan azt az elmúlt évek tehetségkutatói bizonyítják, sok székesfehérvári diák van, akit nem kell olvasásra buzdítani, és szívesen barangolnak a könyvek világában. Közülük kerülnek ki azok is, akik nem csak önmaguk, hanem a közönség számára is élvezhetővé tesznek egy-egy alkotást. Untam a dolgot, odalöktem, vége! És Kubik Anna szerint ez a fehérvári versünnep igazi varázsa. A zsűri elnöke számára minden induló maga a titkos csoda. Mint mondja, nagyszerű érzés, amikor egy-egy vers által megismerhető a diák életének, érzéseinek egy pici szelete. Nagyon élvezem ezeket a versenyeket. Pontosan látom, hogy ki mivé fejlődhet, hogy kinek milyen útja lesz, hogy mi az, ami neki jól áll, mi az, amivel foglalkoznia kell, és ez nagyon izgalmas. Minden induló egy titkos csoda, és ez fantasztikus látni, hogy bomlik ki, hogy lesz valaki ígéretből valóságos, megtestesült csoda. A tehetségkutató úgy, ahogy az előző években is, most is több fordulóból áll majd. Újdonság azonban, hogy nem csak verssel, hanem prózával is készülhetnek a fiatalok. A város és a székesfehérvári egyházmegye középiskoláiba járó diákoknak nem csak azért érdemes a versünnepre jelentkezni, mert számos fellépési lehetőséghez juthatnak általa, hanem azért is, mert a legtehetségesebb tanulók értékes ajándékokkal gazdagodhatnak. Ezek a fiatalok, akik indulnak a versenyen, arra kapnak lehetőséget, hogy bemutatkozzanak, megmutassák azt, hogy ők ebben a rohanó világban, a 21. században igenis értékelik a kultúrát, szeretik az irodalmat, szeretik a verseket, szeretik a prózát, a kedvenceikkel bemutatkozhatnak neves szakértő zsűri előtt. A versenyzők előadásmódját neves szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezés feltételeiről és a tehetségkutatóról részletesen a www.versünnep.hu internetes oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.